A kenyér és más búzából készült ételek évszázadok óta az emberiség főtáplálékának számítanak. Ma már a széles választéknak köszönhetően mindenki megtalálja a saját ízlésének megfelelőt. Ehhez azonban elengedhetetlen a kiváló minőségű búza előállítása. Magyarországnak kedvező adottságai vannak a búza termesztéséhez. Az elmúlt évtizedekhez képest csökkent a vetési terület hazánkban, a termés átlag mégis növekvő. Ez annak is köszönhető, hogy az új búzafajták termés átlaga magasabb és ellenállóbb is a növény. Nemesítéssel a Debreceni Egyetem Agrártudományi Központ Nyíregyházi Kutatóintézete évek óta foglalkozik. Az Európai Unió jelenleg 300 millió forinttal támogatja a munkát. A vizsgálatok során a fajtáknak a különböző agronómiai és beltartalmi tulajdonságait vizsgáljuk, keresztezési alapanyagként használjuk őket, tehát új fajták előállításában használjuk ezeket a régi magyar tájfajtákat, és hát már szabadalmaztatott vonalunk is van ebben a projektben, illetve hát ezeknek a fajtáknak azt gondolom, mint nemesítési alapanyag a hosszú időn át történő alkalmazása is elsődleges célunk a projektben. Jelenleg 200 tájfajta vizsgálatát végzik a szakemberek és keresik a lehetőséget, hogyan tudják beilleszteni a mostani termesztési technológiákba. A Nyíregyházi Kutatóintézetben ehhez hasonló laboratóriumban vizsgálják a növényeket a szakemberek. Az elmúlt években 15-20 új búzafajta került így forgalomba, az engedélyezést azonban egy hosszú folyamat előzi meg. Maga a nemesítés az egy hosszú folyamat. Tudni kell, hogy milyen alapanyagból, milyen keresztezésekkel hozzák része az új fajtákat. Ezeket az új fajtákat azután az ország különböző helyein tesztelik, mind termőképességre, mind pedig a növényi betegségek elleni fogékonyságra vagy ellenálló képességre. És eközben folyik egy olyan laboratóriumi vizsgálat sor, hogy ezek a fajták megfelelnek-e az ipar igényeinek. Ez azt értem most a malomipart, a pékipart, a péki nagygépipart, a péki kézművesipart. Jelenleg 60 fajta különálló növényfajjal foglalkoznak itt a szakemberek, ami széles portfóliónak számít Európa szerte. Speciális, kisebb területeken termesztett növényeket is vizsgálnak az intézetben, mint például a pohánka és a lóbab. A nyíregyházi kutatásokat a Debreceni Egyetemmel együttműködve 60-an végzik.